Köszöntöm a kedves nézőt! Mai adásunk vendége Lajtai Kati. Szia! Szia! Katalin egyébként, de a Katalint azt hiszem soha az életedben nem használtad. Bár Katalinként születtél, Szekszárdon még hozzá. Igen, igen. Hát hivatalosan igen, Katalin vagyok. Nincs is vele gondom, de valóban eredetileg Kati lettem volna már a szülőszobán is, mert anyukám észt és olyan nevet szerettek volna választani, ami észtül is magyarul is van. De akkor még nem volt olyan könnyű, anyukám se beszélte a nyelvet, úgyhogy hát nem lett meg rögtön az anyakönyvbe a Kati. Most már én nem is erőlködöm rajta, mert hát most már saját jogon végül is Lajtai Kati lettem, és ennek örülök. Ez sokkal jobban illik hozzád, mint a Katalin, meg kell, hogy mondjam. Igen, én is így gondolom. Ész származású a mamád, aki nem tudott magyarul, te pedig nem tudtál észtül, gondolom, hogy megtanult magyarul, és te jószerivel megtanultál valamennyit észtül. Egy kicsit, igen, igen, lehetne jobb, valamennyire, nem adnak el talán. Nem tudom, hogy észt nézőink vannak-e a mai napon, de hogyha üdvözölnöd kéne az észt nézőket, az hogy tennéd? Terepelvaszt. Ez egy egyszerű jó napot kívánok. Lehet, hogy bonyolultabban nem tudnám elmondani, de terepelvaszt az megy. Szép. Én megálltam egy pillanatban, azt hittem, sokkal hosszabbat fogsz mondani észtül. Az észt nyelv egyébként nagyon hasonlít a finnhez, sokan nem tudják, mert ott a három balti nép nyelvében egyébként egészen más, illetve hogy a Szovjetunió részeként sokan úgy gondolják, hogy az észtek is egy akár szláv vagy oroszos nép, de inkább egy leszakadt skandináv kis népről van szó. Tehát a nyelvük az nagyon-nagyon hasonlít a finn nyelvhez. Édesapád építészmérnök. Igen. Nem akartál sohasem építészmérnök lenni? Nem akartál azzal foglalkozni, amivel az apud? Jó kérdés. Nekem igazából mind a két nagyapám is építész volt. Valahogy így jött össze, apukám is. Ez kicsit ilyen generációról, szállt generációra. Komolyan nem, de érdekes, hogy felnőtt koromban kvázi hobbiként egy lakberendező iskolát azért elvégeztem, tehát egy picit abba az irányba érdeklődtem, és tanulgattam, és azt úgy élvezettel, de hát azért az egy nagyon komoly szakma, amit nem céloztam meg. Hát a lakberendezés az egy nagyon nehéz feladat, mindenki azt hiszi, hogy baromi egyszerű. Igen. De nem. Nem. Az én feleségem is foglalkozik vele, és tudom, hogy mennyire nem mindegy, hogy honnan fotózod, mennyire nem mindegy, hogy mit, hova teszel. És nagyon sok részéhez érteni kell egyébként az építőiparnak is, az anyagokhoz, a megoldásokhoz, igen, meg hát a színek, a formák, tehát izgalmas világ, de valóban az is egy egész embert kíván, szóval egy hobbiból nagyon kevesen űzik szerintem, vagy hát úgy, mint én, hogy a saját otthonnak a kialakításánál, akkor az egy jó, ha érzék vagy érdeklődés van az irányba, de hát az is egy olyan szakma, ami abszolút egy egész embert kíván. Hogyan kerültél a zene közelébe? Mert hát végül is neked a zene, zenetanár vagy, többek között. Hogyan kerültél a zene közelébe? Azt hiszem, a gimnáziummal kezdődött, az egy szerintem nem tudatos választás volt még. Tehát én nem voltam az, aki már óvodás korában tudta, hogy énekelni akar és sztár akar lenni. Annak idején ez nem ilyen volt, mint ma. Valahogy a gimnázium viszont Szentesre vonzott, ami egy irodalmi drámai tagozat volt, és másnak tűnt, izgalmasabbnak tűnt, szabadabbnak tűnt ott, amit csinálnak, mint egy általános vagy egy átlagos gimiben. És még ott sem első évben derült ez ki, hogy én zenével foglalkoznék, de ott voltak olyan vizsgák, év végén, mustrának hívták, ahol verseket, monológokat és dalokat kellett előadni, tehát az előadó művészetet, gyakoroltátok és tanultátok, igen. És ott harmadikos voltam, amikor így leesett a tantusz, hogy nekem a legélvezetesebb része az a dal, és a társra is találtam, ott a Kassa Tibi osztálytársam volt, akivel aztán zenekart alapítottunk. Hát úgyhogy együtt is éltetek 8 éven keresztül. Hát az egy gimnáziumi, igen, egy gimnáziumi kapcsolatból alakult aztán tovább zenekarozásá is.
Úgyhogy ott esett le nekem ez a tantusz, hogy ez engem vonz, és ezt szeretném igazán. Fianna, jól mondom? Igen. Az egy ír. Ír népzenét játszó, de magyar zenekar volt. Magyar zenekar volt. Igen. Bejártátok fel egész Európát szinte. Voltunk, igen, egy pár országban, itt a szomszédban és Ausztriában. Franciaországba jártunk vissza, Bordeauxba, egy ír kocsmába játszani. Nagyon-nagyon jó hely volt, és nagyon jó csapat volt. Angol tagunk is, aki hozta az igazi hangszereket, az ír dudát, a mindenféle viszlöket. Nagyon jó volt ez az időszak, de ez már kapcsolódik egyébként a Fianna Krisztához, mert a Tibi az első dalokat már ír zenei köntösbe vagy hangszerelésbe képzelt el, és keresett idehaza olyanokat, akik ezt jól csinálják, és akkor találkoztunk a Fiannával. Ami zenekarunk, a Krisztál még nem indult be, ők viszont kerestek pont énekeslányt, és akkor abban az időben, amíg nem indult el a Krisztál, így velük tudtam énekelni, és nagyon hasznos volt, nagyon szép zenei világot ismertem meg az ír népdalokkal. Nehéz játszani az ír népdalokat? A magyar népdalokról tudjuk, hogy ez nem annyira könnyű. Én nem, mert megvan a sajátossága annak is, ennek is. Már csak ének technikailag is egyébként. Tehát a díszítéseket, ahogy a magyar népzenében is fantasztikus, gazdagon és érdekes technikai, most így mondom, hogy trükkökkel vagy sajátosságokkal csinálják. Ez az ír népzenében is így van. Most, hogyha nem is ilyen tudatosan áll az ember hozzá, de mégis hallgatva, és azt egy kicsit átvéve, és utánozva, vagy az egy nagyon jó stílusgyakorlat volt, és egy jó időszak. Hány dalt játszottatok egy koncerten, azt lehet? A Fiannával? Igen. Hát ugye ott ilyen kis etapok voltak szünetekkel, szerintem volt 2 vagy 3 ilyen 40 perces etap, szóval volt sok, és azok között nem mindegyik énekes, sok instrumentális, hegedű szólós, ilyen talpalávaló, vagy éppen ezek az erek, amik az ilyen lírai hangszeres, de ilyen, inkább ilyen sírós, ilyen nagyon drámai dalok voltak. Volt anyag. És szeretted nagyon csinálni. Igen. És mégis abba maradt, vagy csak te hagytad abba, a Fiannam még működik mai napig? Én úgy tudom, hogy nem. Mindenki egyébként a zenénél maradva, van tag, aki abszolút Skóciában él, és ki származott innen, van, aki idehaza kvázi világzenével, de egy kicsit más vonallal foglalkozik a mai napig. De a Fianna az szerintem nincsen már. Amikor eljött a pillanat, hogy a Krisztál viszont akkor most valósággá válik, és a kiadóknak az ilyen parkoltatásos pár éve után mégiscsak úgy érzik, hogy adnak nekünk esélyt, akkor azért választani kellett, mert ez egy nagyon hirtelen és nagyon sűrű, és nagyon intenzív időszak volt. Nagyon sokat koncerteztetek, és több lemeze is van a Krisztálnak. Igen, igen. 5 stúdió és egy karácsonyi lemez is megjelent. Úgyhogy úgy, hát nem tudom, ma ez mennyire számít termékeinek, ma már nem is lemezekbe mérjük talán a világot. Hol van az már? De annak idején még így volt, még az első lemezünk kazettán is megjelent, és még egy kicsit a klasszikusabb időszakot idéztük. És akkor még CD nem is volt. Már volt, már a mi első lemezünknél volt, és kis lemezek is megjelentek maxig, de még kazetta is volt. LP már nem volt CD akkor. Nem volt már akkor? Akkor már nem, most ugye újra van, de akkor már nem volt, de még a kazettás, borítós, bukletes autó kedvéért, persze, hát autóban kazetta volt. Igen. Túlnyomó rész, aztán jött a CD, és ma már az autóban CD játszó nincs? Nincs. Egyáltalán nincs. Hát már a laptopokban sincs, ma már egész máshol vagyunk. Nem biztos, hogy jó. Én visszasírom azt az időszakot, amikor betettem egy CD-t. Én szoktam betenni otthon, tehát nekem otthon megvannak lehet, a persze. CD-im, az autóban már hát én CD-ről dolgozom a mai napig, én nem szeretek semmi mást, ami technika, nem szeretem, hogy csak milyen kis vackon van a zene, hanem azt szeretem, hogyha kiveszem a borítót, ránézek, és
berakom a CD-t. Úgy látszik, ez vannak igen, akinek van, aki ez úgy megvolt valóban az életében, az igen, tud ehhez úgy ragaszkodni. Igen. Tibivel a szerelem az a kristálykorszakban, vagy már előtte kezdődött? Előtte. Ez egy gimnáziumi kapcsolódás volt. Igazából a zene hozott össze, csak akkor még nem a kristáldalok. Uh-huh. Az csak egyáltalán az, hogy mind a kettőnket leginkább a zene érdekelt. Uh-huh. És akkor a gimis fellépéseken ő gitározott, én énekeltem, aztán írt dalokat, én énekeltem, aztán ő rappelt, én énekeltem a refréneket, és aztán kialakult, hogy kicsit ez az írbeütéses zene és a Krisztál, mint együttes ötlete meglegyen. Nagyon népszerű volt, és amikor a kapcsolatotok már a múlté volt, akkor még volt Krisztál. Bőven. Több bőven éven keresztül igazából lehet, volt nem is Krisztál. Tudják sokan, az első lemez után ment szét a mi kapcsolatunk, ugye egyébként, és utána még a java része hátra volt a zenekarnak, igen. Hogy tudtátok ezt vinni a zenekar előtt, a közönség előtt? Tehát hogy tudtátok ezt a dolgot úgy intézni, hogy ne legyen se veszekedés, se balhé, se gond, és menjen a program, a projekt tovább, amit kitaláltatok? Azt hiszem, hogy mind a kettőnknél fontosabb szerepet játszott a zenekar, mint a kapcsolat, illetve amire vége lett, azért el volt ez nyújtva, ez egy ilyen első kapcsolat volt, ami szerintem gyakori az embereknél, hogy valahogy egy ilyen első kapcsolat kicsit tovább nyúlik, mint akár kéne. És mire odaértünk, hogy ennek vége kéne legyen, addigra mind a ketten már belül annyira elengedtük, hogy nem volt nagy viszálykodás. És mondom, a zenekar léte meg fontosabb volt annál, hogy feláldozódjon emiatt. Úgyhogy ez... Nem mondom, persze egy ilyen átmenet mindig nehéz, de nem volt nagy gond aztán hosszú távon. 2010-ig tartott a Krisztál tulajdonképpen, akkor ért véget a buli, és utána volt 3 év, amikor nem tudom, mit csináltál, de tudom, hogy 2013-tól énektanárként a mai napig dolgozol. Akkor is, tehát elkezdtem én már így a háttérben, Kövári Judit nagyon kedves és nagyon főszerepű énektanárnőm elhívott a saját énekiskolájában foglalkozni gyerekekkel, és akkor elkezdtem már tanítgatni, művészetterápiás tanulmányokba kezdtem, akkor így hirtelen kiürült az élet, és adott teret már olyan érdeklődéseimnek, aminek egyébként nem volt ideje. Tehát egy ilyen töltekezős, tanulmányos és egyébként tanítós időszak indult el, illetve a tévé is... tévéműsorok kapcsán is zenei vezetők megtaláltak, hogy mi lenne, ha én segítenék a háttérben. Egyébként először pont egy gyerekekkel foglalkozó műsor volt az énekiskolája. Igen, az volt az első. Igen, és akkor ott a Hajós Andrásnak voltam a háttérben az énektanár segítőtársa, és akkor foglalkoztam először így tévéműsorban egyáltalán. Nem először gyerekekkel, de így tévéműsor kapcsán akkor dolgoztam először. Megfogott ez a szó engem, hogy művészetterápia. Engem is? Mit akar ez a művészetterápia? Mit kell róla tudni azoknak, akik csak hallották, vagy lehet, hogy nem is hallották magát a szót? Nagyon széles ez a fogalom, mert használják a klinikumban, tehát mindenféle betegségekkel küzdő embereknek a kezelésére akár, de mint egy lazább, önismereti tréningként is elképzelhető. Igazából a művészeti irányokból eszközökkel, vagy passzívan, vagy aktívan, mert ez is ketté választható, amikor az ember tevékenyen csinál valamit, ami mondjuk egy képzőművészethez fogható, de nem egy művészeti igényességű, tehát nem egy magas művészetet létrehozni kívánó dolog, hanem egyáltalán csak a tevékenység. Most úgy mondom, mint hogyha az oviba a gyurmával, vagy színekkel, papírokkal csak úgy csinálni, uh-huh. vagy zenét
kis kütyükkel, kis botokkal, vagy kis hangszerekkel, nem zenészként akár, csak úgy csinálni, és annak a kapcsán jönnek az élmények, meg mindenféle működések, amikkel lehet dolgozni. Meg elindul a zene szeretete. Akár, illetve valami, amit a zene csinál az emberrel, de akár ha passzív módon, akkor az, amikor befogadó vagyok, de aktív módon, amikor bele is teszek. Valamit. És valamiféle együttműködés van, vagy én részese leszek annak, és az egy nagyon izgalmas leképezése annak, mondjuk, hogy az életben részt veszünk. Szóval sok mindent rejt a művészetterápia. Igazából sokszor tudatos átgondolás és agyalás és kimódolás helyett kicsit mélyebbről mozgatja meg az embert, és tudattalamból hoz fel dolgokat, amikkel aztán lehet tudatosan kezdeni valamit, vagy ránézni. Nagyon izgalmas és nagyon szerteágazó, mert van irodalomterápia, van képzőművészetből indító terápia, van mozgásterápia, van zeneterápia. Az a legismertebb talán a mozgásterápia. Igen, igen, van, amikor a tánc vagy a mozdulatokból indul ki ugyanez a dolog. Nagyon, nagyon izgalmas és nagyon emberközeli módszer szerintem ismerkedni magunkkal. Azt mondják, hogy bár lehet élni a zene szeretete nélkül, de teljesen fölösleges. Nincs értelme. A zene meghatározza az életünket. Ha jó kedvünk van, azért hallgatjuk, igen. Ha rossz kedvünk van, azért hallgatjuk. Igen. És a szerzők is azt hiszem pontosan ugyanígy működnek. Ha jó kedvük van, akkor vidámabbat írnak. Ha valami ér őket az életben, akkor azt megírják. Igen. Kiírják magukkal. Igen. Tehát az érzésvilág, a lélekvilágnak egy terepe, ahol lehet alkotni és befogadni aktívan, passzívan, de mindenképp megdolgoz minket. Óriás a felelőssége egy énekesnek, akinek azt kell átadni, amit megírt a szerző, mert nem mindig a szerző énekel, így van. Nem mindig a szerző játszik. Így van. De azt neked át kell adni, amit ő gondol. Volt összetűzés szerző, és neked, mint előadó között, hogy te másképpen gondoltad, és ő másképpen gondolta? Krisztában nagyon ilyen szempontból összhang volt. Ott aktívan részt vettél a zeneszerzésben. Abban is. Nem vettem részt egyébként. A Tibi írta a dalokat, és egy idő után a szövegeket is. Néhány szövegben részt vettem. De összhang volt, én elfogadtam, és szívesen énekeltem azokat a dallamokat és azokat a dolgokat, amik íródtak. Tehát ott én úgy voltam előadó, ahogy mondtad, tehát hogy más írta, és én énekeltem, de valóban nagyon fontos volt, és az is egy fontos munka volt, hogy mondjuk egy stúdió felvételen abból a dalból valóban milyen kisugárzás lesz, mert megvan írva egy dallam, egy szöveg, de az még nagyon sokféle lehet, attól függően, hogy ki énekli, vagy az a valaki éppen akkor hogy van, hogy engedi át magán tényleg azt a dolgot, vagy kicsit kívülálló még. Ez nagyon izgalmas terep amúgy, hogy végső soron az utolsó lélek, aki beleteszi magát, az az énekes, és hogy az hogy engedi át magán, azon nagyon-nagyon sok múlik. Ez így és van. Rendkívül nehéz lélekben ott lenni a zeneszerző mellett, amikor a dalt írja. Persze, hogyha neked ír valaki egy dalt, akkor sokkal könnyebb, mert nagyjából tudja, hogy mit szeretnél énekelni, és mi az, ami jól áll neked. Tényleg, mi az, ami jól áll neked? A vidámabb dalok, vagy pedig az elgondolkodtatóbb dalok? Jaj, de jó kérdés! Hát alapvetően én úgy vettem észre már régen is magamon, hogy ugye lassabb és lírikusabb dalok jobban álltak, vagy könnyebben csúsztam rájuk én is, és most, hogy így a jelenben éppen saját dalokon gondolkodom, abszolút elfelé húzok, hogy az elgondolkodtatóbb, kicsit mélyebbre húzó szövegek és dalok tetszenek, ötletek. Mennyire befogadó képes a mai magyar társadalom, a mai fiatalok, akik egy egészen más világban nőttek fel, mint például én.
mennyire tudják ezt elfogadni, vagy mennyire van nekik erre igényük? A merülésre? Igen, a mélyre csúszásra? Ez egy jó kérdés, mert nagyon... Ezek mind nagyon jó témák, szóval nagyon más, és már én is úgy érzem, hogy több generációval odébb vagyok, mint a mai fiatalok, és az a pörgés, és az a kattogás, és idefigyelés, odafigyelés egyszerre, az valahol egy felszínen tart mindenkit. De én azt gondolom, hogy az emberi lényünkből nem tudunk akkor se kibújni, és valahol, valamikor mindenkit megtalálnak azok a mélyebb témák, valószínűleg sokszor akár szenvedések árán, de hogy megtalálnak azok a dolgok, amikor viszont nem ússza meg a legtöbb ember, hogy elkezd gondolkodni egy kicsit az életben. Ki magán. A végén már. Igen. Igen. Az elején az a jó, akkor kezd gondolkodni valaki, mert a végén már teljesen értelmetlen. Én ezt nagyon eltettem magamnak, egy nem tudom hol, pszichológusokat nagyon szeretek hallgatni, nagyon szeretem a pszichológiát, és azt hiszem az Almási Kittinek volt az a tanács, hogy egy szülő a gyereknek az egyik legnagyobb ajándékot azzal adja, hogyha már 10 éves korában elindítja az önismeret útján lehetőségekkel, egy terápiával, vagy pszichológussal való összeköttetése, tehát hogy kezdjen el minél hamarabb gondolkodni azon, hogy mi ez itt körülöttünk, meg mi ez itt bennünk. Ezzel lehet a legtöbbet adni. Hát az önismeret az a legfontosabb dolog a világon, és ha van önismeret, akkor sokfelé el lehet indulni, és akkor lehet tudni, hogy jó irányba vagy rossz irányba megyek. És egy kicsit könnyebben, attól még jönnek az akadályok, nehézségek, de több munícióval vágunk neki. Több sztárban sztárnak voltál az énektanára, jól mondom? Úgy szeretem fogalmazni inkább, hogy ilyen énekes segítője vagyok a versenyzőknek, mert hiszen ők profik, így van, csak olyan helyzetbe és feladatba kerülnek, amiben nem szoktak, ami viszont nem a sajátjuk akár. Többet csináltál már végig, épp az előbb mondtad, mielőtt leültünk beszélgetni, hogy az egyiknek éppen még Friderikusz volt a műsorvezetője. Az első évadnak, bizony, ott voltam az elsőben is, másodikban, harmadikban, utána volt, hogy született gyermekem, akkor kihagytam 2 évadot, azt hiszem 2-t, és aztán visszatértem, nagyon szeretem ezeket a meneteket. Ez a mostani, ez kimondottan jó volt. Volt egy zseniális zsűri. Nagyon jó visszatér. A Tilla egy kiváló műsorvezető, zseniálisan oldotta meg a feladatokat, és nagyon jók voltak a jelöltek. Igazságos volt a végeredmény szerinted? A lelked legmélyén hogy gondolod? Vagy te másképpen osztályoztál volna, másképpen nevezted volna meg az elsőt, másodikat vagy a harmadikat? Ugye ez már egy All Stars verseny volt, ami azt jelenti, hogy minden versenyző már valaha egy menetben volt. Ott volt, lehet, hogy nyert, vagy második volt, igen, ez így igen. Volt a végén is, tehát mondjuk azt hiszem a Péter Sramek után második lett az ő évadába, de a Petra nyerte az ő évadát, és tehát a krém, lehet mondani, hogy a legjobbak versenyeztek egymással. Egyik jobb volt, mint a másik. Mint a másik, így van, és már verseny közben is valahogy persze érzi az ember akár a különbséget, de annyira sok összetevős dal, stílus, korszak, egyéni sajátság különbségek vannak, hogy mindig abban vagyok, hogy mintha mindenki a gyerekem, és mindenkinek azt kéne, a lehető legjobb legyen. Tehát például én soha nem szavazok, mert valahogy... Nem is szavazhatsz, vagy pedig... Nincs ilyen. Nincs. Nyugodtan szavazhattál volna. Igen, de valahogy úgy vagyok, hogy mindenkinek magához mértem, szeretném, hogyha a legjobb lenne. Szerintem jó végeredmény volt. Ha lehetett volna, én megosztottam volna azt az első díjat a Petrával. Én is. Csodás volt a Petra is, tehát ott a végén már nagyon sok minden számít ebben az eredményben. De hogy olyat tettek mindannyian le az asztal, amire emlékezünk, amin nagyon jól szórakoztunk, és nem csak szórakozás volt, hanem mély pillanatok is ebben az évadban nagyon sok.
Igazán az összes résztvevőnek lehet ezeket köszönni, mert akik hamarabb kiestek, önállók is voltak olyanok, amit úgy eltettünk, úgy emlékezni fogunk rá. Igen, de mindig csak egy valaki nyerhet, szóval ez borzasztó hát bizonyos helyzetekben. Én valahol, mivel nem úgy az én bőrömre megy, én könnyen mondhatom, hogy hát végül is ez csak tényleg egy műsor. Játék, igen. De valójában ő bennük is ezt erősíteni szoktam, és tudják is, tehát mindenkinek megvan a saját karrierje, azért ezen az életük nem múlik, de mivel sok munka, és azért csak a versenyszellem ott van, azért izgalmas ez a vége mindig, igen. És nagyon szeretted csinálni. Igen, 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 nagyon. Főleg így valahol ebbe a feszes, sűrű együttlétben ilyen emberi kapcsolatok is lesznek, vagy hogy mondjam, emberi kapcsolatok, akár kicsit baráti kapcsolatok is, és ennek a pszichológiai részét, mint mondtam, ez engem nagyon érdekel, szeretem. Tehát úgy segíteni, úgy figyelni, úgy ott lenni támaszként, ami nem csak a szakmai részt jelenti, hogy most akkor hol nyissa meg, hol feszítse meg, hol milyen hangszint adjon ki, meg milyen ritmikával, hanem kicsit, igen, ez a kicsit lelki támogatós rész is tetszik. Ne feledkezzünk el azokról sem, akik öltöztették. Hú, nagyon nagy csapat van. Akik sminkelték. Nagyon nagy csapat van. Egészen zseniális. Nagyon nagy csapat van. Tényleg a sztálisztoktól kezdve, a maszkosok, az egy külön csapat, igen. A sminkesek külön csapat, a parókások külön csapat, a fodrászok külön csapat. Akkor nem beszéltünk még a stúdióban benne a világítás, a hangtechnika, a berendezők, tehát a díszletesek, és akkor ott van persze a zsűri és a Tilla és a szereplők, nagyon-nagyon nagy csapatmunka, és így a sok év alatt össze is csiszolódott az egész annyira, hogy jó hangulatú is az egész, tehát tényleg egy ilyen nagy munka család, ahol öleléssel indul egy nap, ahol így jó bemenni. Igen, egyszerűen valóban zseniális volt a dolog, és hát hogyan lehet ezt olyan gyorsan megcsinálni, hogy élő adásban egyik pillanatról a másikra egy újabb embert kell létrehozni. Ez nem csak az énekeseknek kemény, hanem hát annak, aki öltözteti őket. Persze, de a legkeményebb mégis az énekeseknek, mert végül is a produkciót ők csinálják, ők viszik el a főszerepet a produkcióban. Ővék a balhé, hogy mondani. Igen, és a táncosokat nem is mondtuk. Persze, azok is nagyon jók voltak. Akik egész este majdnem minden produkcióban, és a koreográfus Szabó Nikóval együtt olyan munkát tesznek le, ami hát nagyon, nagyon profi, nagyon feszített. De hogy végül is a főszereplő, igen, mindig az énekes, akinek nagyon kevés ideje volt, és nagyon-nagyon nehéz feladat, mert nem csak énekesként, nem csak táncosként, hanem színészként is nagyon ott kell lenni, hogy az igazi hatást, az igazi bravúrt, az igazi szívhez szólást, és akkor még nem is csak színészet, hanem saját maga emberként is ott kell legyen az igazi érzéseivel. Ez nagyon komplex. És nagyon emlékszem, összetett. Emlékszem, amikor a Gubik Petra még zavarba is ejtette a Stoll Andrást azzal, hogy mennyire átlényegül, zavarba ejtően hoz egy figurát, aki tudjuk, hogy nem, de mégis annyira önazonos a színpadon. Nagyon sokszor volt ilyen pillanat a Petránál is, hogy egyszerűen zavarba ejtő a műfaj, hogy itt most valakit ennyire meg lehet idézni. Egy mondat még a nagymamádról, aki 99 éves, igen. És akitől nagyon sokat tanultál, a gasztronómia, az észgasztronómia. Azt mondják, vagy azt mondta talán nagymamád pontosan, hogy amit és ahogyan eszik, az a hosszú élet titka. Hát ebben van valami igazság, vagy pedig csak ez egy városi egy része történet? Lehet egy része a hosszú életnek, ugye ezt nagyon sokan kutatják, hogy mi a hosszú élet titka. Amit én rajta megfigyeltem, de hát ezt nem lehet mindenkire vonatkoztatni, de hogy egész mai napig vagy időskoráig nagyon változatos a nevet. Egyébként ugye tengerpart Tallinnban élt, tehát nagyon sok halat,
És azt a magyar szólásmondást is, hogy reggelizz úgy, mint egy király. Észtül úgy van azt, hogy a reggelidet edd meg, az ebédedet felezd meg a barátoddal, és a vacsorát add oda az ellenségednek. Tehát van ez a magyar szólás, csak egy kicsit más fogalmazással ott is. És azt hiszem, ő ilyesmit vitt, bár mondom, vannak ma irányok, akik pont azt mondják, hogy ezt nem. De más ott a levegő, de hogy maradjanak hát az embernek barátai. Sok igen. Hoz az ember életében. Szóval nem csak a táplálkozás, de az is a része. Illetve az, hogy tényleg hogy sokáig legyenek barátok és család, akikkel lehet beszélgetni, akikkel lehet, hát nem magányosan, hanem társasan élni az életet. Sok mindenről beszélgettünk, és még sok mindenről szerettem volna veled beszélgetni, de időnk az elfogyott. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Kati, jó volt veled beszélgetni. Én is köszönöm, nekem is jó volt. Önöknek, kedves nézők, pedig a figyelmet köszönöm, a viszontlátásra.